Kisödőre a csatornán. Én Panni vagyok, és ez egy hol videó lesz, ahogy a címből is láthattátok. Ebben semmi nem olyan, amiért fizettek nekünk, vagy amit ajándékba kaptunk. Minden csak olyan, amit magamnak vásároltam az elmúlt időszakban. Elég sok mindent vásároltam a Pull&Bear-ben, úgyhogy ne lepődjetek meg, de ez lett mostanában a kedvenc boltom, mert szerintem nagyon jók az árak is a legtöbb ruhánál, a minősége, a stílusa, minden bejön, úgyhogy ezért ott vásároltam legtöbbet, de meg fogjátok látni a videóból. Szóval kezdjük is! Az első ruhadarab az egy ilyen vörös színű body. Na, várjunk csak. Aminek egy nagyon-nagyon mély hátkivágása is van, tehát ezt például nem lehet felvenni melltartóval, kívül, hogyha látszódik hátul a melltartó. De igazából ez annyira nem is baj, mert nyáron az is csak melegít, úgyhogy én nagyon szeretem ezt hordani. Mivel bár ezért egy kicsit macerás mondjuk WC-re menni benne, de ami meglepett az az, hogy legalábbis úgy látom, hogy nekem jól áll ez a szín, és nem is volt annyira eddig még vörös vagy bordó cuccom, úgyhogy örülök nagyon, hogy ezt megvettem. Ilyen bordázott anyaga van egyébként, és teljesen jó bármilyen szoknyához, vagy shorthoz, vagy hosszú nadrághoz, úgyhogy szuper. A következő pull&bear-es dolog az egy farmer short, méghozzá egy mom jeans féle farmer short, mivel már talán elmondtam ezt a tavalyi haul videóban is, hogy nagyon nehéz olyan shortot találni, amiből nem lóg ki az ember feneke, ami nem túl szűk, de nem is túl bő, és egyelőre annyira nem nyitottam ezzel előrébb, kivéve ezt a shortot, ami, mivel ilyen mom jeans szabású, ezért kicsit bő, de mégis jól néz ki szerintem, és retrós bőgítése is van, ami nálam pluszpont. Valamint mindenhez megy szintén, szóval valami form. Ezt én csináltam, de az mindegy. Szóval igen, nagyon-nagyon imádom, az ő igazából nem szükséges hozzá, de szerintem jobban néz ki vele, úgyhogy ez a mom jeans shortom. Akkor egyben végigmegyek az összes pull&bear-es dolgon, szóval vettem még ezt a felsőt, ami egy ilyen, ahogy látjátok, piros-fehér csíkos crop top, és feszülősebb fajta, szóval olyasmi, mint a body. Azért vettem ezt meg, mert rájöttem, hogy nagyon sokszor veszek lenge felsőket, és nagyon kevés olyanom van, amit mondjuk fel tudok venni egy lenge shorthoz, vagy egy szoknyához. Úgyhogy mindenképpen szükséges volt, hogy vegyek magamnak egy ilyet, és nagyon-nagyon imádom. Bár az igazság, hogy még nem hordtam emberek között, csak ehhez a videóhoz vettem fel, meg itthon, de ennek ellenére nagyon tetszik, nagyon szeretem, szóval szuper jó. Ó, még egy felső is van a Pull&Bear-ből, mármint, hogy még egy felső van a Pull&Bear-ből, és sajnos szerintem ez már nem kapható, mert én is télen vettem, amikor le voltak áradva még az előző évi nyári cuccok szerintem, szóval ez egy ilyen 1000 forint környékén lehetett, és ez is egy crop top, ami spagetti pártos, és az anyaga szintén bordázott, a mintája pedig ilyen csíkos, ahogy látjátok, úgyhogy ez is megy mindenhez, nagyon-nagyon szeretem, bár nem hordtam nyilván télen, meg tavasszal sem annyira, meg a súlyomban se lehetett felvenni spagetti pártos felsőt, úgyhogy csak most kezdtem el hordani, de szuper jó! Elfogytak a pull&bear-es dolgok, úgyhogy jöhet egy, amit szintén télen vettem, és nem is Magyarországon, hanem a Forever 21-ban, ami ez a felső, rá van írva, hogy Nashville 1978. Ami igazából nem tudom, hogy mit jelent, mert nekem nincs ez semmi személyes kötődésem se Nashville-hez, se ehhez évhez, de tetszik a stílusa, tetszik, hogy sok mindenhez megy, és hogy retrós ez is, szóval örülök, hogy megvettem, ezt is mostanában kezdtem elsőben hordani, amikor már nyár van, és elég meleg ehhez. Szerintem nagyon jól néz ki ezzel a mom jeans shorttal, de egyébként bármiben, mert elég basic. Van még egy fekete lenge shortom, amit a H&M-ben vettem nemrég, és 3000 forint volt, ami szerintem nagyon-nagyon jó ár. Azért vettem meg ezt a lenge shortot, mert rájöttem egyrészt, hogy minden rendes short ugyebár túl rövid, vagy kényelmetlen, meg szűk, és amikor tavaly vettem egy lengét, akkor annyira megtetszett, hogy lenge, és kényelmes, és mindenhez jó, hogy mindenképpen akartam venni idén még egyet. Ezért került hozzám, ez a
fekete sort a hátnemből, ami mivel fekete így még inkább mindenhez megy, de még nagyon-nagyon sok színben volt szerintem mintásban is, úgyhogy, és ezt nemrég vettem, szóval még kapható. Tehát, tudom ajánlani, nézzétek meg! Igen, és még van egy papucs, ami most éppen nincsen nálam, most itt nincsen nálam, de láthatjátok már a legutóbbi Outfit of the Day videómban is, ami egy ilyen utcai papucs, egy fanban vettem, fekete és ilyen, hogy hívják ezt? Hát műbőr, nem valódi bőr, és ilyen lakkozott, ami baj volt vele, hogy elsőre nagyon feltörte a lábamat, és ezért nagyon sokáig nem tudtam hordani. De most újra igyekszem betörni egy kicsit, hogy tudjak benne járkálni, mert amúgy nagyon szeretem. És elfogytak a ruhák, ha jól látom, de még van egy pár másik dolog is, méghozzá például ez a parfüm, amit a Women's Secret-ben vettem. Tavaly, mikor náluk vettem egy fürdőruhát, akkor kaptam ilyen kis illatmintákat. Háromféle parfümük van ugye, nem tudom a nevüket, de van egy zöld, van egy sárga és egy rózsaszín, és én a rózsaszínt használtam szinte egész nyáron, ezért az annyira ilyen nyári illat lett nekem, mert annyira úgy éreztem, hogy ez nekem való, meg hozzám való, vagy hozzám illő illat, egyébként nagyon édes, ilyen édes kés, hogy mindenképpen meg kellett vennem egy egész üveggel belőle, úgyhogy ezt használom mostanában általában. Rendeltem ki telefontokat is eBay-ről, kettő ilyen egyszínű, egy halványlilát és egy mentaszínt. Mind a kettő szilikonostok, és mind a kettő kb. 300 forint volt. A postaköltségért nem kellett fizetnem, itt volt egy két hét alatt, ami nekem nagyon meglepő, mert azt mondták, hogy egy hónap lesz, de két hét alatt megjött, aminek nagyon örültem. Szóval mostanában ezeket szoktam hordani a telefonomon, meg van még egy, ami egy ilyen bármely mintes, de azt most nem raktam be a videóba, de az is 300 forint volt egyébként. Az utolsó termékek, azok hajápolási termékek, kallos termékek. Szóval, már korábban vettem magamnak ilyeneket, amikor szeptember környékén föltűnt, hogy nagyon száraz a hajam végig, és nagyon furcsán is áll, és Lina ajánlotta nekem ezeket, egy kallos hajpakolást és egy hajszépítő olajat, amik elképesztően segítettek a hajam állagán. A hajpakolást azt mindig úgy szoktam felrakni, hogy hajat mosok, és utána rárakom a nedves hajamra, fel van pár percig, és aztán lemosom, és elképesztően por lesz tőlem. A hajolajat pedig, mikor kijövök a zuhanyzóból, akkor még törölgő száraz hajra szoktam felvenni, vagy pedig egyébként teljesen száraz hajra is lehet. És annyira jó puha lesz tőle a hajam, nagyon durva. Most azóta ugye még rosszabb lett, mert többször belett fesse. És most azért is vágtam le, mert annyira zavart tulajdonképpen, hogy ilyen rossz állagú, és most nagyon-nagyon ápolom, hogy szépen nőjön meg, és így szép lesz a hajam. Egyébként ezeket a kallos termékeket a Mamut mögötti kis kallosboltban vettem. Hogyha tudjátok, hogy hol van a Mamut, és tudjátok, hogy hol van a piac felüli bejárat, ott kell keresni valahol. De szerintem Google térkép a barátotok, szóval ki fogja adni. És ennyi is lett volna ez a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek, hogyha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, és hogyha nem vagytok még, akkor iratkozzatok fel, mert sokat jelent nekünk. Minden elérhetőségünket megtaláljátok a leírásban, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!